végleges leváltásában, ezért a független kisgazdapárt a Fidesz-szel le fog ülni, és a visszaléptetés tekintetében megvizsgálja azokat a lehetőségeket, amelyek ezt a követelményrendszert diadalra vezethetik. Úgy gondolom, hogy ennél többet ma nem is lehet elmondani, hiszen most még le kell ülnünk és elemeznünk kell a számokat, tehát hogy milyen adatok tennék lehetővé azt, hogy a második fordulóban a lehető legjobb eredményt érjünk el. Gondolok itt arra, hogy ahol nagyon nagy a különbség, az előttünk álló és a kisgazdajelölt között, ott jöhet szóba elsősorban a visszaléptetés lehetősége, ahol viszont a kisgazdajelöltnek győzelmi esélye van, ott ez természetesen szóba sem kerülhet, de csak a kölcsönösség alapján és az eredmény centrikusság alapján vagyunk hajlandók ezekről a kérdésekről tárgyalni, tehát ha ellenzékben maradunk, akkor a kisgazdapárt számára nagyon fontos, hogy minél több jelöltnek biztosítson lehetőséget a második fordulóba való megmérettetésre. Ha viszont egy előzetes kormánykoalíciós megállapodás létrejötte kapcsán,